Híradónk végén a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Balesetmegelőzési Bizottság tanácsai következnek a havasúton közlekedőknek. A meteorológiai előrejelzések szerint a napokban havazás várható, amely másfajta közlekedési körülményeket teremt. Ehhez a legtöbb járművezető nincs hozzászokva, vagy rosszabb esetben nem hajlandó figyelembe venni. A balesetek megelőzése érdekében kérjük a járművezetőket, hogy indulás előtt tisztítsák meg az autójukat a hótól, hogy a kilátás minden irányba szabad legyen. Vezetés közben ugyanis nem csak előre kell figyelni, hanem a két oldalsó irányból érkező gyalogosokat, kerékpárosokat és a többi gépjármű vezetőt is szükséges észlelni. Ha eddig még nem tette meg, sürgősen szereltesse fel a téli gumit, mert 7 Celsius fok alatt a nyári gumik tapadása nem biztonságos. A téli időszak jellemző baleseti okai a pálya elhagyással járó és a nem megfelelő követési távolság megtartásából eredő baleset. A vezetés technikai hibákból hamarabb baleset származhat, például az egymáshoz túl közeli haladás, a hirtelen gyorsítás és fékezés, az útkanyarulat nagy sebességgel való megközelítése, vagy a hirtelen erőteljes fékezés. A járművezetőknek óvatosabban kell a jármű gyorsítását, lassítását elvégezni. A fékpedált különös gondossággal kell kezelni. A sebességhatárok betartására még jobban oda kell figyelni, sőt, amennyiben szükséges, a KRESZ által engedélyezett sebességnél is lassabban közlekedjünk, hiszen alkalmazkodni kell a megváltozott útviszonyokhoz. A biztonsági övet mind a járművezetőnek, mind az utasoknak be kell kapcsolni, még akkor is, ha csak rövid távon közlekednek. A mobiltelefon használatát kerülni kell, hiszen rossz látási körülmények között még jobban koncentráltnak kell lenni valamennyi járművezetőnek. Kellő óvatosságot és balesetmentes közlekedést kívánunk!